kimondani sem kevés idén, 54-szer szavaznak a magyar sportújságírók az év sportolója díjakra, majd decemberben lesz az átadás, újdonságként pedig közönség is fog szólhat külön győztesére. Tavaly Berki Krisztián és Jannis Natasa végzett az élen, nézzük mi várható 2011-ben a sportcsillagok gáláján, amelynek 19 éve főszervezője Hegyi László, a Sportújságíró Szövetség marketing igazgatója, ő következik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket! A sportcsillagó sportcsillagok egy pár szót a történelmi múltjáról. 1958-ban rendezték meg először a Magyar Újságíró Szövetség székházában. Megválasztották a év legjobb a sportolóját. Ott köszöntötték akkor Székely Éva. És Azóta minden évben a sportmédiák képviselői, akik a legautentikusabb bírálói a sportolók teljesítményének, szavaznak arra, hogy ki volt a legjobbak között a legjobb. És ez egy titkos szavazással, mindig az évvégi eredmények lezárása után, a Sportcsillagok Álesének színpadán dől el, hogy ki lett a legjobb a között. Hányan szavaznak? Kb. 845 sportújságíró-sportriporter akik a küzdőtereknek ott vannak a szélén, és élő, egyenes testközelségből látják a sportolónak a küzdelemeit, az erőfeszítését, mert ugye mindenki azért indul egy versenyen, hogy győzni szeretne, hogy első legyen. Ők látják talán legközelebbről, hogy micsoda erőfeszítés szükséges a győzelemhez. Egyébként milyen körökön keresztül fog majd kialakulni a végső mezőny a különböző kategóriákban? Hát ez talán idén még korán lenne október közepén erről beszélni. Vannak nagyon jó eredmények az idei évben is. Talán felsorolhatok egy pár nevet. Gyurta Dániel, Sidi Péter, Vajda Attila, Ungvári Miklós, Marosi Ádám, Kovács Katalin, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Heidun Bernadett, Polgár Judit. Talán az se volna meglepetés, hogyha a férfiaknál a mostani tokiói aranyérem után akár címvédés lenne, nem? Igen, ez egy nagyon érdekes, és szerintem a szakma, a sportszakma ezért drukkol, mert akkor valóban országvilágnak közzé tehetjük, hogy lovas nemzet a magyar. Bizony. Hiszen az Olimpia Bizottság elnöke Borkai Zsolt szintén tornás tornász olimpiai bajnok és lólengésben lett. Magyar Zoli, a Tornás Szövetség elnöke, szintén lovas olimpiai bajnok, és Berki Krisztián úgy néz Rajta ki, ászlón, nem valamelyik színvédő úgy. lesz. Ott a halhatatlanok, a 20. század halhatatlan magyar sportolói vannak. Egerszegi Krisztina Puskás öcsi, Paplaci. Úgyhogy ha Berki Krisztián megvédi a címét, a Tokióban megnyerte a világbajnokságot, nagyon nagy esélye van, hogy megválasszák, és olimpiai kvalifikációt is megnyerte, és ha az olimpiát megnyeri, akkor ez a hármas tornás siker Magyarországnak szinte az egész sportsajtóban egy nagy duranás lesz, hogy úgy mondjam, mert az összes, tehát a lólengésben akkor mi leszünk a világon az elsők, akik ekkora eredményeket értek el. Egy egész karámunk lesz. Egy egész, Azt mondja meg, hogy... Akkor mondjuk, hogy lovas nemzet a magyar, ha minden élsportolónk lólengésben nyersz olimpiai, olimpiai bajnokságot fog nyerni. Azt mondja meg, hogy ez az újdonság, tehát hogy lesz közönségdíj internetes és SMS-es szavazással, itt kinek van esélye, akinek a legnagyobb szurkolótáború van? Hát, szerintem nem hiszem, hogy a közönség az eredményektől eltekintett, mert az eredmények magukért beszélnek, tehát volt már olyan próbálkozás, hogy ki a legszebb, ki a legizmosabb, ki a Ö, legszebb arcú vagy a legszebb bőrű sportoló, de hát ezek nem arról szólnak. Olimpiai sportágakban hirdettünk győzteseket, és itt az eredmények magukért beszélnek. Itt nem lehet vitatkozni ezen, tehát a közönség is valószínű, talán minimális differenciával, de arra fog szavazni, amire az szaksajtónak hát ez, ez, egy izgalmas kérdés lesz, hogy mennyiben hasonlít, vagy mennyiben tér majd el ettől. Tehát akkor december 19-én eredményhirdetés, december igaz? December 19-én a Szima csarnokban telt ház lesz, egy rendkívül impozáns műsor keretében, egy élő televíziós közvetítés keretében megtudhatja minden sportbarát, hogy ki lett Magyarország legjobb sportolója. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és akkor majd figyeljük az eseményeket, és ahogy szűkül a kör, előtte még megnézzük, hogy hogy állunk. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.